azt se tudják már, hogy mi micsoda, tehát például egy ilyen bokerit lemezjátszóra már nem tudják, egy magnóra, ilyen kazettára se tudják micsoda. Ilyen kincseket is rejt a Vosinszky-Mór megyei múzeum. Az intézmény idén is biztosított egy olyan napot az évben, amikor az érdeklődők nem csak a hagyományos tárlatokat tekinthették meg. A pincétől padlási program az egy folyamatosan évek óta visszatérő programeleme a Vosinszky-Mór megyei múzeum kínálatának. Általában a múzeumok éjszakájához köthető, tehát nagyon sokan onnan ismerhetik ezt a dolgot. Azonban az elmúlt években a múzeumok őszi fesztiválja programsorozatba is bekerült, így történt idén is. Október elejétől november közepéig, másfél hónapon keresztül a múzeumoknak a 4 kiállító helyén, tehát Irodalomháza, Babicsháza, Vármegyeháza és a múzeumnak a főépületébe várjuk különböző érdekes és rendhagyó programokkal az érdeklődőket. Ez a padlástúra, ahogy említettem is, már korábban több alkalommal is megrendezésre került, és mindig nagy népszerűségnek örvendett és örvend, és ez ebből adódóan nem is jut eszünkbe, hogy kivegyük igazából a programkínálatból, mert ez mindig érdekes lehet egy laikus számára, hogy mi folytatódik, mi zajlik a kulisszák mögött, mik vannak azokon a területeken, amelyek nem a kiállításhoz tartoznak, esetleg irodákba, vagy akár a padláson. Az Kája csempe is az Ozoráról származik, tehát látható, hogy egy főúri Kája csempe, meg itt is, amit lehet látni, mennyiben más, mint egy falusi Kája csempe. A program során olyan izgalmas dolgokat is megnézhettek a látogatók, mint a még ki nem állított régészeti leletek, vagy a gyerekek számára már tényleg ősküveletnek tűnő tárcsás telefon. Most ugye konkrétan a padlásra ment fel ez a bizonyos túra, ahol világítás az nagyon szolid, tehát ezért is van, hogy padlás, zseblámpás kalandtúra keretében, mert hogy ott vannak azért bizonyos dolgaink, van az antropológiai gyűjteményünknek egy jelentős része vasszekrényekben, hát több mint 3000 csontváz, régészeti korú csontváz található, úgyhogy ezekből is azért mutatnak az éppen aktuális kollégák, akik ezeket a kiállításokat, ezeket a túrákat vezetik. Nagyon régre nyúlt vissza. Egyszer, nyilván ez más múzeumok is próbálnak így a elzárt részekbe azért bepillantást engedni a látogatók számára, és azért a padlás az mindig egy ilyen különös érdekesség, akár a lakóházaknál, akár a közintézményeknél is, és nálunk mivel ezt így használjuk is ezeket a tereket szakmai szempontból, így külön érdekesség is lehet. Próbáljuk tartani a meghirdetett programjainkat, a múzeumi esték, előadás sorozat, ami híres várostromokat folytatja, ez havonta egy alkalommal, itt a múzeum főépület könyvtár termében van egy történelmi mozi sorozatunk, ez két hetente, az érdeklődőket várjuk itt szintén itt a múzeum könyvtár termében, illetve még zajlik a múzeumok őszi fesztiváljának a különböző programelemei.